Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Már nagyon régóta nem készítettem ingás jóslást, és az ma most úgy eszembe jutott, hogy megnézzük azt, mit mutat az inga, melyik kártyák lesznek fontosak számunkra. Amennyiben az inga balra fordul ki, akkor hagyom így a képet. Amennyiben jobbra, akkor megfordítom, és megnézzük az üzenetet. Itt a következő kép. És most áttérek a másik oldalra. Itt ez a kártya is utal valamire. Tehát ezek a képek most egy hírt közölnek velünk. Itt a park az jelenti a nyilvánosságot, vagy fellépsz a nyilvánosságon, megkapod az elismerést, vagy az is lehet, hogy szeretnél valamit a nyilvánosságra hozni, mint például, ha könyvet élsz, akkor az is a nyilvánosságra kerül. De azt is jelenti ez a kép, hogy mások észrevesznek téged, felnéznek rád, megkapod az elismerést. Itt ez a kártya utal a szerencsére. Jelenti az időt is, hogy 2-4 nap között, tehát itt hamarosan lesznek változások, hiszen a gólyák utalnak változásokra. És ez a gyűrű jelenthet egy szerződést, itt a horgony utal a munkára, a hivatásra, egy munkahelyi szerződés, vagy amit a gyűrű még jelentett, eljegyzés például, és akkor itt a horgony jelent egy stabil párkapcsolatot, és itt a szerencse egy kellemes meglepetés, ami a nyilvánosságra kerül. Amit a gyűrű még jelenthet, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád a múltból, ezáltal lesznek változások, és a horgony jelenthet munkahelyi kapcsolatokat is, az lehet az ő munkahelye is, vagy ez a kapcsolat ahhoz vezet, hogy szerencse lesz, és itt le tudtok horgonyozni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!